Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Idén először ülésezett a Vármegyei Közgyűlés. A képviselők az önkormányzat idei évi költségvetéséről is döntöttek. A részletek később, mutatjuk a teljes kínálatot. Tombol a járvány. Látogatási tilalom a Vármegyei Kórház tagintézményeiben. A költségvetésről döntöttek. Idén először ülésezett a Vármegyei Közgyűlés. Szívtudatosság hónapja, a betegségek megelőzésére hívják fel a figyelmet. Múlt hét péntektől teljes látogatási tilalmat rendelt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya az influenzás megbetegedések emelkedő száma miatt. Az intézkedés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházának fekvő betegellátást végző osztályain érvényben van. A jelenlegi járványügyi helyzetről Szabó Tünde vármegyei tiszti főorvos adott részletes tájékoztatást. Az utóbbi hetekben láthatjuk, érzékeltjük, tapasztalhatjuk, hogy egyre több az influenza-szerű megbetegedés itt a Vármegyében. Mi is a helyzet most? Ugye múlt héttől például a megyei kórházak tagintézményeiben látogatási tilalom is érvényben van, miért volt ennek az intézkedésnek a meghozatalára szükség? Sajnos az influenza szezon még tombol, emelkedő tendenciát mutat. 2024 ötödik hetéhez viszonyítva a hatodik héten már mintegy 50%-kal nőtt a légúti megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma. Ennek egy olyan 33%-a influenza-szerű tünetekkel, és a maradék az egyéb légúti tünetekkel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumába küldjük azokat a mintákat, amelyeket a Vármegyében működő Sentinel orvosok levesznek a hozzájuk forduló betegektől, és ennek mintegy 70%-a most már az influenza vírus, és 30%-a az egyéb vírus, aminek egy része még mindig a koronavírus, illetve az egyéb légúti megbetegedéseket okozó vírustípusok. Az influenza vírusból is körülbelül 50%-a az influenza A, ez tehető felelőssé a most tomboló járványért, és azért kellett a kórházakat a Vármegyében, és itt a Vármegyei Kórház és tagintézményeiről beszélek, amit 2024. február 16-án látogatási tilalmat kellett elrendelni, és ezt a népegészségügyi főosztály rendelt el, hiszen egyre magasabb számban jelentkeztek ott bent a kórházi osztályokon is az influenzás megbetegedések, és ez az ottani amúgy is elesett és beteg embereket még jobban megviseli, és hát annál veszélyesebb rájuk nézve. Kiemelném még, hogy a Kisvárdai Kórházban látogatási korlátozást vezettek be. Az azt jelenti, hogy ott bizonyos osztályokon csökkentik a látogatások számát, és meghatározott feltételekkel látogathatják csak a hozzátartozókat. Ennek a bizonyos A-típusú influenzának milyen tünetei vannak? Jellegzetes influenza-szerű tünetek. Magas lázzal hirtelen kezdődik, torokfájás, utána átmegy köhögésbe, vizes orrfolyás, hidegrázás, és általában néhány nap alatt ez lecseng, ha nem, akkor elhúzódik, akár átmegy bakteriális fertőzésbe. Tehát az elsődleges tüneti terápia után mindenféleképpen, hogyha valaki napokig nem érzi jól magát, a láza nem csökken, akkor feltétlenül forduljon a házi orvosához. A koronavírus fertőzés is még sajnos jelen van, de ennek az úgynevezett JN egy változata, ami már az influenzához hasonló tüneteket okoz. Az esetek zömében ezt a koronavírust tipizálják ki az NNGK-ban. Ez abban különbözik az előzőtől, hogy szerencsére úgymond megszelidült, az influenzához hasonló tüneteket okoz, de itt alvászavarokat, szorongást, tehát egyéb ilyen jellegű tünetek is társulnak hozzá. A szaglás és ízérzésvesztés az már csak néhány százalékban fordul elő, ez nem jellegzetes. És emlékszünk rá, hogy amikor még a koronavírus járvány megindult, akkor főleg ez volt az első tünet. És talán még az, hogy nagyobb fáradékonyság
jelentkezik, mint az influenzánál. Hogyan csökkenthető az, hogy ezeket a vírusokat elkapjuk? Tehát akár életmódból fakadóan, akár mondjuk, hogyha az oltásokra gondolunk. A védőoltás az az elsődleges. Aki a védőoltást megkapja, és mind gyermekek, mind pedig felnőttek számára folyamatosan elérhető, mintegy két hét kell a védettség kialakulásához. Ha az a kérdés, hogy vajon még beoltassa magát az, akinek indokolt, én azt tanácsolnám, hogy igen, hiszen az influenza járvány körülbelül március végéig fog tartani. Tehát ahogy most a felszálló ágat nézzük, ez még olyan hamar nem fog lecsengeni. És nem csak két hetet kell várni, hanem már az első hét után is, ha nem is 100%-os, de azért már jó ellenálló képesség kezd kialakulni, és hogyha ekkor kapja el az illető a betegséget, akkor is enyhébb módon fog lezajlani, mint hogyha nem oltatta volna be magát. A megelőzésben természetesen sok tényező szerepet játszik, úgy mint a vitamindús táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a megfelelő és megfelelő idejű és minőségű alvás. Szellőztessünk otthonunkban reggel este, tehát csapassuk át a levegőt, ugyanakkor szedjünk még vitaminokat, a C és D-vitamin szedésére felhívnám a figyelmet. És hát a másik része pedig, hogy vigyázzunk egymásra, aki betegnek érzi magát, vagy olyan közösségbe megy, vagy vásárolni, ahol tömeggel érintkezik, én javasolnám a maszkot ebben az esetben. Ezt egy kicsit elfelejtettük, de most aktuális, és egyre aktuálisabbá válik. Valamint, amit már megtanultunk a koronavírus járvány idején, a megfelelő kézmosás, a fertőtlenítőszer legyen nálunk, ha bármit megfogunk, ne nyújkáljunk se a szemünkbe, se a szájunkba, tehát ez egy légúti megbetegedés, ennek a terjedését kell megakadályozni. Ugyebár látogatási tilalomról beszéltünk, de mit is jelent ez, tehát kik látogathatók és milyen formában látogathatóak? Az, hogy látogatási tilalom van, az nem jelenti azt, hogy azokat a hozzátartozóinkat, akiket mindenféleképpen meg szeretnénk látogatni, mert vagy súlyos betegek, vagy halálos betegek, vagy a gyermekek, vagy gondozás alatt álló értelmi fogyatékos betegek, számukra biztosítja a kórház a védőeszközöket, és megfelelő időintervallumban természetesen meglátogathatják a hozzátartozóikat. Még kiegészíteném azzal, hogy szülőnőknél is, akit megjelölnek, hogy mindenféleképpen szeretnék, hogy mellettük legyenek, vagy akik olyan ápolásra, gondozásra szorulnak, hogy a nap 24 órájában mellettük lehet a hozzátartozó, számukra is biztosított, valamint akik lelkészi segítségre, támogatásra szorulnak, számukra is biztosítja a kórház a bemenetelt. Egyéb fertőzéssel összefüggésben van-e szó járványról? Például gondolok itt a gyerekekre, hogy tapasztalható-e az, hogy az ő körükben fertőz-e bizonyos baktérium vagy egyéb vírus? Természetesen a téli és az őszi időszak az mindenféleképpen a közösségbejárás, a levegő lehűl, az immunrendszer csökken, kevesebb a napsütés, ilyenkor dúlnak úgymond azok a járványok is, vagy azok a megbetegedések, amelyeknek szezonalitása van. Igen, gyerekeknél is, akár az influenzát is említem, sokszor koronavírus fertőzésen is úgy esnek át, hogy esetlegesen a tesztekből derül ki, de ugyanígy a hányás hasmenés is előfordul, ami közösségben ez a kontakt úton terjedő megbetegedések, valamint hát a bakteriális fertőzések ugyanúgy, hiszen egymásnak átadják a gyermekek a közösségben, és ami tapasztalható, utána hazaviszik, utána kapják meg a szülők általában.
Az év első ülését tartotta ma a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. A képviselők többek között elfogadták az idei évre tervezett költségvetést is. Az önkormányzat 2,6 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel gazdálkodik ebben az évben. Idén először gyűltek össze a közgyűlés tagjai a Vármegyeháza dísztermében. Az év első rendes ülésének leghosszabb ideig tárgyalt napirendi pontja a mezőgazdaság témájához kapcsolódott. A Vármegye agráriumának aktuális helyzetéről Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait. Agrárkamarának a tájékoztató anyagát hallgattuk meg, és ennek kapcsán valóban nagyon hosszú és élénk vita folyt, illetve beszélgetés, párbeszéd folyt a agrárgazdaság helyzetéről, különösképpen persze a megyei vonatkozásokról. A kritikák is jobbító szándékúak voltak, tehát aggódás fogalmazódott meg a mezőgazdasággal kapcsolatban, elsősorban az uniós politikák szemszögéből, hogy milyen átgondolatlan és koncepciótlan az Európai Uniós támogatási politika, és ennek az elfogadói sajnos a agrárium szereplői. Ezt tetézi ugye az ukrán háború, azonnan kontrolláltalanul beérkező gabona és más egyéb nem mezőgazdasági termékek. Elfogadta a megyei közülés egyhangulag a tájékoztatót, azzal együtt, hogy nyilván támogatjuk a kamarának a törekvéseit, amit a mezőgazdasági termelők a vidéken élők érdekében tesznek, azzal együtt, hogy ez egy olyan önkormányzat, agrár önkormányzat, amely az elmúlt időszakban majd 10 éve beteljesítette azt a küldetést, amit szánt neki a kormányzat, illetve az országgyűlés valódi önkormányzatként működik, és párbeszédet lehet folytatni az agrártermelők, illetve a kormányzat képviselői között, és egy jó együttműködés, nem zöggenőmentes, de jó együttműködés alakult ki a kormányzat és az agrárkamarai partnerek között. A Dorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője több aggályát is kifejtette az agrárium jövőképét illetően. Mint mondta, a túlzott erdősítéseknek köszönhetően egyre rosszabb helyzetben van a vármegye élelmiszer előállító szektora, az ellenőrizetlen termékek importjával pedig még kiszolgáltatottabbá válnak a gazdálkodók. A Dorján Béla külön kitért a méhészekre, akiket szerinte ellehetetlenít, hogy Magyarországra újra szabadon érkezhet az ukrán méz. Nagyon fontos kijelenteni, hogy ezt megállapította a beszámoló is, hogy Magyarország már képtelen ellátni önmagát mezőgazdasági termelés szempontjából, élelmiszeripari alapanyag termesztése ügyében, tehát importra szorulunk. De hogy mi vezetett idáig? Nagyon sok minden. Éppen ezért kértem az Agrárgazdasági Kamarát, hogy kérek 10 évre visszamenőleg egy olyan kimutatást, hogy hogyan változott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az erdősített, a gyep és a szántóföldi kultúrák viszonya. Nagyon az a helyzet, hogy az erőltetett és az túlerőltetett zöldítési projekt kapcsán eljutottunk odáig, hogy valóban el kell gondolkodni Magyarországon is, hogy milyen alternatív élelmezési alapanyagokkal fogunk számolni, vajon makkot fogunk enni, vagy hernyókat, vagy bogarakat, mert a klasszikus és a kárpát-medencei ember számára élhetően elfogyasztható élelmiszer termelés gyakorlatilag a végóráját éli. Sajnos mindezek mellett, hogy ilyen drámaian csökkent a mezőgazdasági termelésünk, sújt bennünket aktuális probléma is, ami mondjuk az import-export kérdését jelenti, egészséges élelmiszer kontra GMO-s élelmiszer, és ugye ezt is felvetettem a vita kapcsán, hogy mérhetetlenül felháborít engem személy szerint az a kérdés, hogy az amerikai, kínai, ukrán tengelyből származó, határozottan megállapíthatóan GMO-s alapú mezőgazdasági termékek, amelyek élelmiszeripari alapanyagokként kerülnek hazánkba, azok rendkívüli módon károsítani fogják az itt élő emberek egészségét. Az meg különösképpen felháborított, hogy nem egészen 24 órával ezelőtt Orbán Viktor aláírt egy olyan egyezményt, amelyben az eddig tilalmi, importtilalmi listán lévő ukrán, vagyis maradjunk annyiba, hogy meghatározhatatlan származású méz importját innentől kezdve engedélyezi. Ez beverte az utolsó koporszószeget a térség méhészeinek a koporsójába, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a magyar igen jó minőségű méz termelése ezzel az intézkedéssel valószínűleg meg fog szűnni. Ez rendkívüli mértékben felháborító, nem csak gazdasági, és nem elsősorban gazdasági kérdés ez, hanem egészséges élelmiszer kérdése.
A közgyűlésen szó esett a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szilárd hulladék gazdálkodási társulás tevékenységéről is. A leginkább a MOHU tevékenységével kapcsolatban kerültek fel kérdések, hogy milyen lesz a közszolgáltatás színvonala, milyen irányban fejlődik tovább a közszolgáltatás. Természetesen minden ilyen újdonságnál vannak felmerülő kérdések, átmeneti nehézségek is. Ugyanakkor viszont a közszolgáltatás változatlanul a megyei hulladékos társulásnak a cége, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cége, az Észak-Alföldi Kft. Végzi. Azt gondolom, hogy a valamennyi megelégedésére nem különösebb panasz ezzel kapcsolatban nem merült fel, és azt gondolom, hogy ez a folytonosság biztosítja azt, hogy a MOHU által már koncesszióban végzett közszolgáltatás is, hulladékos közszolgáltatás is, ez a tartalom mehet tovább, hiszen ugyanazokkal a gyűjtőautókkal ugyanabban rendben találkoznak a lakosok a közszolgáltatással, mint a korábbiakban. Komoly problémaként vetődött fel az illegális hulladéklerakásnak a helyzete. Ez még változatlanul nincsen teljes körűen megoldva, ugyanakkor viszont önkormányzati hatáskör. És minden hulladékos problémával természetesen a jövőben is az önkormányzatokat, polgármester kollégákat fogják megtalálni a lakosok. Az illegális hulladékkal kapcsolatban viszont további jogszabályi módosítások is szükségesek, úgy látjuk, illetve szemléletformálás, hogy sok esetben a kommunális hulladékot semmi értelme elhelyezni az állatparton, mert az elhelyezhető a kukában is, és ugyanannyit kell érte fizetni, mint hogyha üresen vissza a kukás autó a gerényzetet, vagy pedig tele van hulladékkal. Tehát mindenkit arra biztatnék erről a helyről is, hogy a kukába helyezze el a kommunális hulladéket, hiszen a mennyiségtől függetlenül annyit kell fizetni, mint hogyha üresen vinnél a gyűjtő autó a hulladékos kukát. Szerdán vita nélkül fogadták el a képviselők Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye önkormányzatának 2024 évi költségvetését. A büdzsé idei főösszege 2,6 milliárd forint. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, az előző évekhez hasonlóan stabil az önkormányzat gazdasági helyzete. Uniós projektmenedzsmentet végzünk, határmenti programoknak a projektmenedzsmentét végzünk. Most is három pályázat beadásáról döntött a közgyűlés a Ukrajnát is érintő uniós programozással kapcsolatban, de pályáztunk magyar-szlovák programra, nyilvánvalóan fogunk pályázni a magyar román programnak a kiírására is. Ezekkel a programelemekkel együtt és az állami támogatással együtt stabil a megyei önkormányzat gazdálkodása. Minden olyanra, amire szükség van, arra van kiadásunk. Persze átgondoltan, különösen ebben az átmeneti időszakban átgondoltan kell gazdálkodnunk, hogy azt a kieső bevételt, ami még azt jelenti, hogy de az új uniós programokból még nincsen projektmenedzsmenti bevételünk, ezt az időszakot is át tudjuk hidalni. Sesták Oszkár a szerdai ülésen bejelentette, a vármegyei önkormányzat pénteken napkoron tartja a kommunista áldozatok emléknapjához kapcsolódó központi megemlékezését, az 1848-as forradalom központi ünnepségét pedig március 14-én Geszteréden rendezik meg. A következő rendes ülést várhatóan április 25-én tartják meg. Hazánkban a lakosság mintegy harmada szenved magas vérnyomásban, a halálozások csak nem felét pedig szív- és érrendszeri betegségek okozzák. Ezek az adatok is azt mutatják, hogy muszáj odafigyelnünk szívünk egészségére. Februárban tartják a szívtudatosság hónapját, amellyel kapcsolatban a Vármegyei Kórház kardiológus szakorvosait kérdeztük. Február a szívtudatosság hónapja. Pontosan hogyan lehetünk szívtudatosak? Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ember tájékozott legyen a saját szív- és érrendszeri egészségével kapcsolatosan. A szívtudatosság az azt jelenti, hogy fölméretem, illetve fölmérem a saját szív- és érrendszeri rizikókockázatomat, tisztában vagyok azzal, hogy milyen alapbetegségeim vannak, amelyek következményeként szív- és érrendszeri betegségek alakulnak ki, és igyekszem ezeket az alapbetegséget megfelelően kontrollálni, illetve kontrolláltatni. A panaszmentes emberek esetében is szükség van évente legalább egy alkalommal laboratóriumi vizsgálatra, amelynek során a laboratóriumi vizsgálatokból kiderül az, hogy valamilyen szív- és érrendszeri betegség kockázatával rendelkezik.
nincs-e cukorbetegsége, amelyről nem tud, nincs-e magas koleszterin szintje, magasabb húgsav szintje, tehát ezekről a laborparaméterekről tájékozódhat. Emellett nagyon fontos az, hogy rendszeresen vérnyomásmérések történjenek olyan betegek esetében is, akik nem tudottan hipertóniások, akár egy egyéb más alkalommal, egy lázas légúti betegséggel kapcsolatos háziorvosi megjelenés kapcsán, vagy akár az otthoni ellenőrzések során is lehetőséget kell keresni arra, hogy az ember megmérje a vérnyomását. Nagyon sok háztartásban, hál' Istennek nagyon sok háztartásban van már vérnyomásmérő, ezeket javasolt használni. A koszorérbetegség, a szív- és érrendszeri betegség megelőzésének és kezelésének két fő lába van. Az egyik az életmód, a másik pedig a gyógyszeres terápia, és ez az optimális terápiához való ragaszkodás. Az életmód, az optimális, egészséges életmód az még a koszorérbetegség kialakulása előtt is nagyon fontos. Tehát nagyon fontos az, hogy ne dohányozzunk, nagyon fontos az, hogy ne legyünk elhízottak, vagy ha már az elhízás megtörtént, akkor egy életmódváltoztatással, egy étrendváltoztatással igyekezzünk ezt az optimális testsúlyt elérni, rendszeresen mozogjunk. Heti 150 perc mozgás, az 10%-kal csökkenti a szív- és érrendszer rizikókockázatot. A klasszikus tünetei a koszorérbetegségnek a terheléssel, tehát a pszichés és a fizikai terheléssel összefüggésben jelentkező mellkasi, a mellkas közepén, a mellcsont mögött jelentkező szúró, szorító, nyomó jellegű mellkasi fájdalom, mely a nyakba, a karba, az ujjak irányába sugározhat. Nagyon gyakran cukorbetegek esetében például hiányzik ez a klasszikus tünetegyüttes. Az ő esetükben, illetőleg más betegek esetében is a terhelés kapcsán jelentkező légszomj, a jelentősen csökkent terhelhetőség az, ami fölhívhatja a figyelmet arra, hogy az adott egyének koszorérbetegsége van, vagy lehet, és további vizsgálatok válhatnak szükségessé. Számtalan étrend ismert, melyek azok az előírások, amelyeket komolyan kell venni akkor, hogyha valaki meg szeretné előzni a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását? Ugye klasszikusan az úgynevezett mediterrán diéta az, amelyet javaslunk a betegeknek, illetőleg a betegség megelőzése kapcsán. Ez ugye zöldségekben, gyümölcsökben gazdag, fehér húsokban, hal ételekben gazdag étrend, de alapvetően ugye a személyre szabása az ételnek is nagyon fontos, tehát figyelni kell arra, hogy mondjuk valaki éppen cukorbetege vagy sem, a húgysav szintje magas-e vagy sem, tehát ennek megfelelően kell optimalizálni az ő étrendjét. Milyen típusú mozgások azok, amelyeket érdemes előnyben részesíteni? A mozgással kapcsolatosan is az a javaslatom, hogy igazából azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy mozogjunk. Ezt hosszú távon csak úgy tudjuk megtenni, hogyha olyan mozgásformát választunk, amit szívesen csinálunk. Hogyha ez valakinek kezdetben még csak a nagyobb tempójú gyaloglás, akkor tegye azt, hogyha nagyon szeret kerékpározni, tegye azt, hogyha ilyen táncos, dinamikus mozgásokat csinál, akkor az legyen számára a mozgásforma. Egy a lényeg, hogy mozogjon, és hogy ezt tartósan tudja, jó kedvel tudja csinálni, ahhoz az szükséges, hogy élvezze, szeresse ezt a mozgásformát. Igazából mindegy, hogy mit csinál, mozogjon. Szakemberként hogy látja, a lakosság mondjuk hány százalékát érintheti ez a probléma? Alapvetően Magyarországon és a fejlett európai társadalmakban is a szív- és érrendszeri betegségek jelentik a legfontosabb haláloki tényezőt. Tehát szív- és érrendszeri betegségben halnak meg jelen pillanatban is Magyarországon. A kardiológiai manifestációja, a legsúlyosabb manifestációja a ilyen típusú betegségnek a szívinfarktus, amelyből napi szinten több beteget látunk el itt a szívkatéteres laboratóriumban, tehát mondhatjuk azt, hogy a szív- és érrendszeri betegségek népbetegségnek számítanak ma Magyarországon. A mai napon két súlyos infarktust láttunk el eddig, és még nincs dél, ezen kívül egy harmadik betegnek is koszorúér intervencióra volt szüksége. Ez a beteg egy 81 éves férfi beteg volt, akinek már több napja volt mellkasi panasza, és hát ez fokozódott odáig, hogy ma reggel elment az orvosához, a házi orvoshoz, és ott EKG készült, és mutatta a betegség súlyosságát, hogy heveny szívizom infarktusa van, egyéb tünetek a fájdalmon kívül a kezdődő fulladás és a csökkenő vérnyomás volt. Így került ide hozzánk a mentőszállítás kapcsán egyenesen a katéteres laboratóriumba, és amit láttunk, az itt a felvételen úgy mutatkozik, hogy a jobb koszorúér az a közepénél teljesen elzáródott. Itt ez, ami halványan dereng,
az az érnek a vetülete, de igazi telődés nincs, ezen a szinten teljes elzárulás van. A szakemberek feladata, hogy az elzáródott eret megnyissák, a több ponton beszűkült érbe ezért úgynevezett stenteket ültetnek. A stent egy hálós szerkezetű, csőszerű eszköz, amely meg tudja akadályozni az ér bezáródását. Tarfőorvos úr beszélt az elsődleges megelőzésről, prevencióról, az ugyebár azt feltételezi, hogy még nincs ismert szívbetegségünk. Azonban hát egy mai modern vizsgálóeljárásokkal az előbb-utóbb kiderülhet, illetve olyan eseményen megy át a beteg, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a szívbetegség fennáll, és ezek után nagy feladata az egészségügynek is, meg a betegnek is, hogy a másodlagos megelőzésre koncentrálva további eseményeket, infarktust például megelőzzön. Ennek a megelőzésnek az eszközei hát részben hasonlatosak az elsődleges megelőzéshez, de itt a gyógyszeres kezelésnek talán még nagyobb jelentősége van, hiszen ha tudjuk, hogy volt egy infarktus, vagy van jelentős koszorúér szűkület, akkor az életmódbeli váltáson kívül a gyógyszereknek óriási szerepük van, és a betegnek pedig abban, hogy ezeket be is szedje, tehát jól együttműködjön és járjon ellenőrzésekre, akár vérvételekre is gondolok, mert akkor derül ki, hogy például milyen koleszterin szintet tudunk elérni. Itt igazából minél alacsonyabb, annál jobb a helyzet. Minden esetre más célértékeket határozunk meg ezen a betegcsoporton, akinek már ismert a szívbetegsége és volt infarktusa, mint akinek még nem volt ilyen esemény, tehát megfelelő rizikócsoportokba sorolva a betegeket, próbáljuk elérni az ajánlott célértékeket. Ez a gyógyszeres kezelés egyik lényege. Nyilván a kísérő betegségek beállítása is nagyon fontos. Ilyen értelemben a cukorbetegségről kell beszélnünk, mint egy hajlamosító tényező, és a magas vérnyomásról, ahol hát itt különös megfontolást igényel szintén a vérnyomás beállítása a koszorúérbetegeknél, szívbetegeknél. Itt a mai napon két szívizominfarktussal indult a műszak, és például az első beteg egy 80 éves férfi beteg volt, akinek ez idáig nem sok szívpanasza volt, de amit ő elhibázott az életmódban, az, hogy hosszas dohányzást folytatott a 80 év alatt, és valószínűleg az ő esetében ez volt a hajlamosító tényező, és hát nagyon súlyos állapotba került, de végül is az elzáródott teret sikerült megnyitni, és így javítani az életkilátásait. Ez akut szívizomelhalás katéteres kezelése az olyan eredményeket produkál, mint Nyugat-Európában. Amiben lehetne javítani az ellátást, az a mielőbbi koszorúér megnyitás, ami azonban csak részben függ az egészségügyi ellátórendszeren. Tehát ezt is kimutatták a felmérések, hogy például Ausztriában az az idő, amíg a beteg orvoshoz fordul a mellkasi panaszával, az lényegesen rövidebb, mint nálunk. Ezt hezitációs időnek is mondjuk, ami egyik döntő része annak az időnek, ami alatt a érmegnyitást el tudjuk végezni. A mi részünkről nyilván a legfontosabb, hogy amikor már itt van a beteg, akkor minél előbb ezt a beavatkozást elvégezzük, és hát például mai napon, ahogy említettem, ez a mentő egyenesen a katéteres asztalra helyezte a beteget, tehát rajtunk nem múlott. De a beteg viszont már előző napokban is érzett panaszt, és a kifejezett panasz is sok órás volt, mire ide eljutott. Ez az elsődleges ellátás eredménye ennek ellenére Magyarországon, ami a kórházi halálozást illeti, teljesen összevethető a nyugat-európai eredményekkel. Hát sajnos így is egy 5%-os halálozás előfordulhat a súlyos infarktusok között, de ez más országban is így van. Amiben rosszabbul áll Magyarország, mint a nyugat-európai országok például, az az, hogy az egyéves halálozásunk az viszont jóval magasabb, mint a ezen országokban, ami arra utal, hogy egyrészt lehet, hogy szerepet játszik az, hogy később kerülnek bele, de még inkább
magyarázza talán az a együttműködési hiányosság, ami a térség és talán a Magyarország átlagbeteg populációját is érinti, amiről beszéltünk, hogy a megfelelő gyógyszeres kezelés, hát ez ma már könnyen lemérhető, hogy szedi vagy nem szedi a gyógyszert. Egyrészt a maga a koleszterin szint például mutatja, hogyha egy kontrollvizsgálatra kerül a sor, illetve az elektronikus rendszer pontosan nyomon követi, hogy ki hány receptet váltott ki. Tehát sok esetben sajnos ezzel is magyarázható, hogy a későbbi halálozási eredményeink már rosszabbak, mint a nyugat-európai országokban. Napi szinten hány műtétet hajtanak végre itt ezen az osztályon? Körülbelül 8-10 katéterezés történik, és hát ebbe beleszámoljuk a akut eseteket, akiket azonnal meg kell csinálni, és hát vannak előjegyzett eseteink. És hát hétvégén ugye csak az akut ellátás zajlik, de ez is folyamatos, tehát heti 7 nap 24 órában tudjuk fogadni a megye betegeit az infarktus ellátására és hát az életük megmentésére. Kedves nézőink, eddig tartott ma 35 perc. Legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!